Köszöntök mindenkit a Fehérvár Televízióban, ez a Fehérvári Beszélgetések. Szerencsére tudjuk azt, hogy Székesfehérvár városunk tényleg nagyon jól ellátott felsőoktatási intézményekkel. Híres neves, nem csak Magyarországon, Európa szerte tényleg kiemelkedő hírnévvel bíró felsőoktatási intézmények vannak városunkban, amelyeknek a működésére nyilván a mostani helyzet, a koronavírus rányomja a bélyegét. Erről beszélünk, és ebben próbálunk eligazodni, hogy mi a jelen, nagyjából mi lesz a jövő. Vendégem a stúdióban pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszának igazgatója Horváth Béla. Szia, köszöntelek téged nagy-nagy szeretettel. Szervusz Zoltán, én is köszöntöm a nézőket, mind magam, mind az egyetem vezetése nevében, és egyben köszöntöm a nézőket Mezőszentgyörgyi Dávid rektori megbízott nevében is, aki most sajnos nem tud jelen lenni a jelen beszélgetésen, de erre majd kitérek, hogy miért is nem hogy tudott. Miért nincs őt, igen. Igen. Tegeződni fogunk a beszélgetésben, nagyon régóta nagyon jól ismerjük egymást, hiteltelen lenni, és nem is tudnánk egymással magázódni egyébként. Ugye mondtam a felvezetőben, hogy szerencsére a város Székesfehérvár tényleg jól el van látva a felsőoktatási intézményekkel, nagyon jó egyetemek vannak, a duális képzés nagyon nagy helyzeti előny nyújt a hallgatók számára, de a jelen helyzet azért ugye a számításokat, ezt az évet mindenképpen azért keresztbe vágja a koronavírus. Ez így van nálatok a Corvinus Egyetemen. Segíts nekünk ebben, hogy nálatok, meg úgy, te mint belelátsz ugye szakember a felsőoktatásban jelenleg mi a helyzet, hogy lehet ezt túlélni, a diákoknak működik a távoktatás, mi az, ami a jelen helyzetben uralkodik ebben a rendszerben? Igen, tehát ez a koronavírus, ez olyan eseményeket és olyan helyzeteket szült az egész országban, nyilván nem csak a felsőoktatásban, hanem mindenhol olyan helyzetet szült, hogy rendkívül intézkedéseket kellett bevezetni nálunk is természetesen. Át kell állnunk egy teljesen más működési módszerre, mind az üzemeltetésben, mind az oktatásban. Az oktatásban nagyon gyorsan próbáltunk és próbálunk lépni, alapvetően áttérünk egy távoktatásos módszerre. Nem teljesen idegen a hallgatók számára, hál' Istennek van olyan tantárgy és van olyan szakfelelős szakoktató, aki már néhány tantárgyat eddig is úgy oktatott, hogy távoktatásos formában. Így a hallgatóknak nem lesz teljesen idegen, annyi mindenképpen új lesz, hogy most minden távoktatásos formában fog zajlani. Tehát az egyetem felkészült arra, hogy minden oktató meg tudja tartani az óráját. Most a jövő hét hétfőtől elkezdődnek a távoktatásos formában működő szakszemináriumok és előadások. Természetesen a hallgatók mindenféle információt, tájékoztatást megkapnak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani és sikerüljön erre átállni, a tavaszi szünetet előre hoztuk, mint minden más egyetemen. Így nálunk is ez a hét, ez a tavaszi szünettel telt el. Az oktatóknak természetesen sajnos nem, hiszen az oktatók ezen a héten keményen dolgoznak azon, hogy minden előadásukat, ami esetleg nem volt alkalmas eddig ebben az oktatási formában arra, hogy a hallgatókkal ismertessék a tananyagot. Most ezen a héten minden oktató felkészült arra, és felkészül még az egy-két nap alatt arra, hogy hétfőtől már valóban minden hallgatónak eljusson a teljes oktatási anyag az adott rendszereken keresztül. Ugye ez, annyit kérdeznék, hogy ezt laikusként kérdezem, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy elküldik e-mailben gondolom a tananyagot, vagy valamilyen más ugye, levelező rendszeren, vagy a tanár tényleg azt, ahogy elképzelem, szintén laikusként beáll a terembe, kamera és akkor webkapcsolaton keresztül is megtart akár egy szemináriumot, vagy ez mind a kettő így mixelve? Igazából több lehetőség és verzió is van, ez nyilván attól is függ, hogy milyen oktatásról van Igen. szó, tehát milyen szemináriumról, vagy milyen előadásról van szó. Egy ilyen egyvelet fog kialakulni, lesznek olyan előadások, amik most is vannak már ilyen előadások, amik föl vannak véve. Tehát a tanár, az oktató az tudja biztosítani egy YouTube-on vagy egyéb csatornán keresztül, hogy a hallgatóhoz eljusson. Elsősorban azért mi nem a külső csatornákat használjuk, hanem van erre az egyetemnek saját belső rendszere, miután, mint mondtam, van Igen. távoktatásban most is néhány óra. Van egy Moodle rendszerünk, illetve van egy Office 365-ös megoldás, a Teams, amin keresztül szintén tudnak az oktatók a hallgatókkal kommunikálni. Úgyhogy azokat az előadásokat nyilván, amik eddig is megvoltak már távoktatás formájában, felvételen azokat tudjuk továbbra is biztosítani, illetve a héten nagyon sok felvétel készült és készül folyamatában, illetve a fél év folyamán a többi, az elkövetkezendő
hetekben is folytatják az oktatók. Ehhez van egy módszertani központunk, a digitális központunk, ami egy kompetencia központként működik az egyetemen. Ez nem új dolog, tehát nem mától működik, és nem a koronavírus miatt alakult ki. Szerencsére ez a módszertani központ ez régóta működik, és így nagyon gyorsan tud segítséget nyújtani az oktatóknak abban, hogy át tudjanak állni minél előbb teljes mértékben erre a távoktatásos formára. Tehát a Moodle rendszeren keresztül ők meg tudják kapni mind az előadásanyagokat, ezen a rendszeren keresztül tudnak ZH-kat írni, nyilván ki kell dolgozni egy csomó új olyan feladatsort, ami alkalmas lesz erre, de dolgoznak rajta, illetve ezen keresztül majd a vizsgáztatásokat is meg fogják tudni oldani. Nyilván a személyes szóbeli vizsgáztatás az most nem fog megtörténni. Ezek a vizsgák is valamilyen módon a Moodle-ban fognak megtörténni, úgy, mint a ZH-kat, ahogy megírják a hallgatók. De az biztos, hogy minden hallgatóhoz el fog jutni az információ, és minden olyan órát, előadást, szemináriumot, amit felvettek, meg fogunk tudni tartani. Egy kivétel lehet ez alól, van egy ilyen úgynevezett intenzív hetünk az egyetemen, amikor gyakorlatilag arról szól ez az intenzív hét, hogy akkor egy hétig egy tárgyat hallgat a hallgató. Ebben nagyon sok olyan van, ami gyakorlati jellegű volt, viszont lehetőséget fogunk biztosítani nyilván a hallgatóknak, hogyha ilyen tárgy kiesik esetleg, akkor nekik ne legyen kreditben elmaradásuk, meg fogunk nyitni nekik más tárgyakat, és lehet, hogy nem pont azt a tárgyat fogja tudni teljesíteni, de fog találni valami olyan megoldást és olyan tárgyat helyette, amit fel tud venni, és így meg lesz a fél éve, és meg lesz a megfelelő kreditszáma minden hallgatónak. Ugye ez nagyon nagy fegyelmet kíván mind az oktató, mind pedig ugye a hallgatók részéről. Ez teljesen új rendszer, hiszen ugye a szülők is elmesélték nálam idősebb emberek, hogy ilyen még nem volt, ilyet még nem éltek át. Ugye nyilván ezt, hogy van kisgyerek, tovább kell adni ugye a gyereknek, hogy ő is megértse a maga szintjén. És nyilván ugye, amit mondtam, hallgatóknak, tanároknak is ez egy teljesen új felállás, ami hihetetlen nagy fegyelmet is igényel ugye mind a két oldalról. Igen, én azt gondolom, hogy egy kicsit más a helyzet nálunk, mint a közoktatásban, tehát egy 8-10 vagy 12 éves gyereknél, hát ott nagyon-nagyon sok segítség kell a szülőtől. Beszéltük felvétel előtt pontosan, hogy azért, igen. Igen, egy egyetemi hallgatónál azért már elvárható az az önállóság, hogy... Talán komolyan ezt... gondolja már egyetemen, igen. Valahogy akkor tanulok. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ezt a hallgatóink nagyon-nagyon fegyelmezetten viselik. Tehát nagyon sok olyan intézkedés volt egyébként nem oktatás témában is, ugye a kollégiumok kiköltöztetése és hasonló jellegű történetek voltak, ugye az épület kiürítése is, nagyon sok ilyen intézkedést meg kellett hoznunk. De azt látom és azt tapasztaltam, hogy a hallgatók ezt nagyon-nagyon fegyelmezetten, felelősséggel viselték, és megértették, hogy itt egy társadalmi felelősség van mindannyiunkon. Felelősek vagyunk nem csak magunkért, hanem felelősek vagyunk a szüleinkért, nagyszüleinkért, felelősek vagyunk a barátainkért, és mindenkiért, aki a környezetünkben van. Így van. Beszéljük vidámabb dolgokról. Amikor én először meghallottam, hogy jön a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvárt is létesül kampusz, egyszerűen nagyon meglepődtem, hogy úristen, a Corvinus Egyetem, és micsoda fegyvertény ez az itteni, meg a környékbéli fiataloknak, hogy nem kell feljárni Pestre, mert bezzeg az én időben, amikor még én választottam, vagy választhattam felsőoktatási intézményt, akkor is már volt Fehérváron, de hát nyilván közel nem ennyi, főleg nem duális formában, ahogy manapság, mostanság ez azért szerencsére megy és működik. Tényleg ez egy nagyon nagy örömhír volt mind a városnak, mind pedig nagyon-nagyon sok embernek. Beszéljünk erről a Corvinus Egyetemről, hogy mióta van Fehérváron a legfontosabb stációkat, a múlt, jelen, illetve a jövő, hogy mik még a nagy-nagy tervek. Hát 2016. szeptemberétől indult az első évfolyamunk. Pénzügy, számvétel és gazdálkodás és menedzsment szakon kezdtünk el két csoportot, vagy két évfolyamot indítani. Nyilván az első évben még nagyon kevesen voltak a hallgatók. Hát ez a tényleg családias. Tényleg családias. Én azt gondolom, hogy a családias hangulatot a mai napig megőriztük. Na, majd erről szeretnék beszélni, igen, mindenképp. Most már azért 10-szer ennyi hallgatónk van, és nagyon bízunk benne, hogy azért
koronavírustól függetlenül a jelentkezési kedv és a tanulási kedv az nem fog elmenni, és mindenkinek fog sikerülni az érettségie. De én azt gondolom, hogy az elmúlt években ez a jelentős létszám növekedés ez tovább fog folytatódni. Tehát 2016 óta, amikor elkezdtük az első évfolyamot szeptemberben, azóta ugye több szakunk is elindult már, most már mesterképzési szakjaink is vannak. Jelentős létszámnövekedéssel azért megoldottuk azt még mindig, hogy ebben az intézményben, itt a Székesfehérvári kampuszon azért mindenki mindenkit ismer. Gyakorlatilag a hallgatói szolgáltatások ügyintézése is személyre szabottan tud történni. Nem 1000 fő tartozik egy tanulmányi ügyintézőhöz, tehát nagyon sok mindent el tudnak intézni helyben, gyakorlatilag ők ismerik őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hallgatóknak is nagyon jó. Ami nagyon-nagyon örömteli, hogy az utóbbi másfél évben most már a hallgatói önkormányzat is megerősödött annyira Székesfehérváron, hogy a hallgatók önszerveződése is elindult olyan formában, hogy most már programokat szerveznek, tehát most már nem csak a kocsmatúrák mennek, hanem tényleg ez fontos, persze, igen. Az fontos, igen. Tehát hozzátartozik az egyetemi élethez. Nekem is vannak egyetemista gyerekeim, és tudom, hogy ez nem lehet kihagyni, de azért hozzátartozik az, hogy most már szerveznek olyan előadásokat, olyan tréningeket külsős előadókkal és külsős trénerekkel, ami tényleg olyan fejlődéshez is vezet, amire szükségük lesz majd később az életben. Nem tartozik a tananyaghoz, nem tartozik az egyetemi oktatáshoz, de nagyon fontos az, hogy ezeket megéljék együtt, és ez csapatépítő jellegű. Igen, nagyon fontos legyen egy jó közösség. Igen. Ugye volt, amikor kezdtétek, volt egy A-épület, aztán ez ugye csatlakozott most nem olyan régen, ami tényleg szintén romokból lett felújítva, megcsinálva, hihetetlen áldozatos munkával, és nyilván rengeteg anyagi ráfordítással a B-épület, ami ugye nagy-nagy büszkesége manapság a Fehérvári kampusznak. Igen, ugye elkezdtük az úgynevezett A-épületben az oktatást 2016-ban. Ez az épület is egy volt gyalogsági laktanya, ez egy közel 120 éves épületről beszélünk, vagy több mint 120 éves épületről beszélünk. De az igazi lepusztult, azt mondjuk el, tehát graffitizve, szeméthegyek ott bent, tehát minden volt egy ilyen elhagyatott, tényleg egy ilyen horrorfilm forgatására alkalmas helyszín nagyjából. Olyan volt? Igen, igen, abszolút. Néha visszanézzük a képeket, akkor magunk is meglepődünk, igen, hogy miből mit alkottunk. Ugye ezt a B-épületet, ezt egy uniós forrásból valósítottuk meg, és tavaly szeptemberben elkezdődött a B-épületben is az oktatás. Ez a B-épület azért kívülről megmaradt olyan jellegű, amilyen volt, tehát az nagyon fontos cél volt, hogy a környezet az ne változzon meg, tehát legyen egy ilyen angol száz kampusz jellegű udvara ennek az egész kampusznak. Így beleillik a másik épületbe, ami szintén kívül hasonló megjelenésű, vagy azonos megjelenésű gyakorlatilag. Belülről viszont azt gondolom, hogy olyan technikát tudtunk beleszerelni, vagy beszerelni, ami ma Magyarországon párját ritkítja. Tehát mind az oktatótermek felszereltségében, mind a könyvtárban, mind a laborokban és a tárgyalótermekben olyan jellegű és olyan modern technikákat tudtunk kialakítani, ami nagyon kevés van ma Magyarországon, sőt, nagyon sok még Budapesten, a pesti kampuszon sincs meg. Tehát nagyon nagy büszkeség. Ugye beszéltünk erről, ha a beszélgetés negyedénél körülbelül nagyon családias hangulat a Fehérvári kampuszon tényleg. Tehát a kollégium felszereltsége, a csocsóasztal, a konditerem, rengeteg olyan lehetőség, és tényleg szépen családiasan kialakított légkör, akár a bútorzatban, akár pedig a hangulatban, ami tényleg szintén párját ritkítja. Én azt gondolom, hiszen párszor voltam én is ezen a kampuszon, megfordultam, és hogyha szó jó értelmében, pozitív értelmében mondom, hogy fejétől bűzlik a hal, hogy azt gondolom, ez a vezető mentalitásának köszönhető nagyban, a te hozzáállásodnak, akinek tényleg élete a kampusz, aki szívét, lelkét kiteszi, és amilyen hangulata van, az rányomja az ott dolgozókra is, nem is alkalmazottakat, mondok inkább munkatársakra, hogy te szoktad mondani, a munkatársaknak a hangulatára, a munkavégzési kedvére a bélyegét, ezáltal a hallgatók is ezt érzik. Például nagyon-nagyon ritkán magázottok, te is tegeződsz mindenkivel, például minden diáka, sőt, te mondod, hogy légy szíves, tegezzél, mert sokkal családiasabb légkört lehet kialakítani ezáltal. Igen, én azt mondom, hogy hát két dolgot szeretnék itt azért megemlíteni. Én azt mondom, hogy itt nem rólam van szó, hanem itt arról van szó, hogy az összes munkatársam hozzáállása,
az azt tükrözi, hogy mi egy szolgáltatást végzünk. Tehát nekünk a hallgatót ki kell szolgálni. Sokan nem így fogják fel egyébként, sajnos, ahogy én látom. De ti így, az a lényeg. De én azt gondolom, hogy ezt így kell felfogni. Uh-huh. Tehát mi alapvetően tényleg egy szolgáltatást végzünk. Nekünk az a célunk, hogy a hallgató bejön, jól érezze magát. A jól érzésbe beleértem azt is, hogy ő megkapja azt a ismeretanyagot, amiért az egyetemre jött. De a jól érzem magam az azt is jelentse, hogy ott bátran, nyugodtan hozzánk fordulhat. Ne kelljen félni attól, hogy bemegy egy kampuszigazgatóhoz, vagy egy rektori megbízotthoz, de még csak ne kelljen attól se félni, hogy bemegy egy tanulmányügyintézőhöz, hanem tudja azt, hogy ő bátran fordulhat minden problémájával bármelyikünkhöz, gyakorlatilag a nap bármely szakában. Nem szigorúan tartom én sem azt, hogy csak fogadóórában lehet engem megkeresni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. A kollégák azok abszolút ilyen szellemben építik ezt a kampuszt. Eddig is így építették, és ezután is azt gondolom, hogy ez fontos, hogy így építsük. A másik, ami nagyon fontos itt megemlítenem, hogy említetted most itt a kollégium csocsóasztal és hasonló dolgokat, nekünk nagyon-nagyon sok segítséget nyújt a város önkormányzata. Tehát azt azért hozzá kell tennem, hogy ugyan a B-épületet is egy 1,5 milliárdos Európai Uniós forrásból építettük, de ahhoz, hogy ez a B-épület ez tényleg jól, funkcionálisan jól működjön, ahhoz azért egy olyan környezetet is kell teremteni, ahol a hallgatók is jól érzik magukat, meg mi dolgozók is jól érezzük magunkat, tehát együtt jól érezzük magunkat, és aki járt mostanában a kampuszon, az láthatta, hogy a két kampusz épület közötti tér az teljesen megújult, tehát a város azért egy komoly beruházást hajtott ott végre, nincs kész még, tehát folytatódik, most a tavasszal nem tudom, hogy tud folytatódni, de nyilván ez a rendkívül esemény, ez egy kicsit tolja a határidőt, de folytatódik a beruházás, tehát azért a park kialakítása elkezdődött, egy nagyon szép térkövezést kaptunk, és folytatódni is fog majd sportpályával, sportlétesítményekkel, illetve cél hosszú távon még az is, hogy megoldjuk, hogy ez egy nagy kampusz legyen, és az Óbudai Egyetem, aki ott van közvetlen mellettünk, az Óbudai Egyetemmel összenyissuk ezt a parkot, hiszen ott is fiatalok hallgatók vannak, nálunk is fiatal hallgatók vannak, akiknek fontos az, hogy azért jól érezzék magukat, legyen kapcsolatuk egymással. Ezen kívül a kollégiumban csak a csocsóasztalról jutott közben eszembe, hogy nagyon-nagyon sok támogatást kapunk közben az önkormányzattól ilyen apró dolgokban is, ami nekünk nagyon sokat jelent, hogy hallgatók részére konditermet, vagy ilyen jellegű játékokat, mint csocsóasztal, rexasztal az önkormányzat besegített, illetve a működésben is nagyon sok anyagi támogatást kapunk. Ugye van egy stabil múlt, stabil jelen, nyilván remélhetőleg lesz egy stabil jövő, nyilván elsődleges feladat megoldani ezt a helyzetet, ami most kialakult a koronavírus miatt. Milyen nagy-nagy tervek vannak még a jövőre? Közeljövőre, távoli jövőre? Nyilván hallgató számnövelés az egyértelmű. Mi van még, ami esetleg fontos? Nyilván a hallgatószámnövelés az nekünk fontos. Egyrészt azért, hogy a kampusz kihasználtsága is meglegyen. Én azt gondolom, hogy ezen látszik, hogy jó úton járunk, hát most a 4 év alatt meg 10-szeröződött a hallgatói létszámunk, ami most ugyan 250 fő fölött van egy picivel, ami mondhatni, hogy nem olyan nagyon nagy, de a tendencia, amit látunk, az pozitív. Több szakunk is indul, tehát most már nem az a két eredeti szakunk van, amivel elindultunk, hanem most már van 3 alapszakunk és 2 mesterszakunk, abból az egyik levelező. Én azt gondolom, hogy minden szak népszerű. A szakok az egylevelező szak kivételével az összes többi szak duális formában is elérhető. Továbbiakban is szeretnénk fenntartani nyilván ezeket a szakokat, illetve tervben van az is, hogy újabb duális szak indítását, illetve ezt vállaltuk is egyik EFO projektünkben, hogy újabb duális szak indítását is megpróbáljuk, és szeretnénk fejleszteni ezen a téren is. Na most a hallgatói létszám az nyilván fog növekedni, egyrészt azért, mert látjuk, hogy ez a tendencia elindult, másrészt, hogyha újabb szakot indítunk, akkor reméljük, hogy újabb hallgatókat fogunk megnyerni, akik esetleg más irányba indulnának el, és más szeretnének tanulni. És a többi pedig a harmadik missziós tevékenység, amivel még tudjuk erősíteni a kampuszt. Jelen pillanatban azért a B-épületben kialakult egy olyan
labor és oktatótermi bázis, ami lehetőséget nyújt arra, hogy akár külsősök is be tudjanak jönni. Nagyon-nagyon sok olyan külsős tréning, oktatás, tanfolyam most már a kampuszra bejön, akik meglátták a lehetőséget abban, hogy nálunk is tudják ezeket a tanfolyamokat szervezni. Tehát akkor van bőven feladat a jelenben, ugye, hogy mutatja a koronavírus, illetve egyéb szervezés feladatok, meg a jövőnek ugye még a további építése is. Egy nagyon aktív ember vagy, rengeteget sportolsz, ebben a helyzetben mondják, hogy azért mindenki vigyázzon magára, te is nagyon vigyázz magadra, ugye rengeteg tennivaló, hiszen egy kampusz igazgató élete ettől még nem áll, meg ugyanúgy a háttérben home office-ból ugye rengeteget kell dolgozni. Ez erőt kívánok, energiát neked, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.